Szép jó estét, jó napot vagy jó reggelt, attól függően, hogy ki mikor fogja nézni a felvételünket. Mindenkit szeretettel köszöntök Bácskai Júli Pszichoszínházában. Hát ez az a műfaj, ami egyedülálló és originális, amikor is a pszichológiát és a színházat úgy ötvöztük, hogy ebből egy műfaj lett, és immáron 21. éve dolgozunk benne. Ez úgy történik, hogy én egy gyakorló pszichológus vagyok, és hát különböző történetek persze megérintenek a pácienseimtől is, meg látom, hogy mi folyik az életben, kit mi érdekel, és ezekről hát írok forgatókönyveket, történeteket, kitalálom a karaktereket, kitalálom a szituációkat, néha még a kellékeket is én hozom, és meghívok hozzá színészeket, akik aztán ezt eljátsszák. Viszont mindaz, ami itt történik, csak most, csak egyszer, csak itt, mert hogy improvizálunk egész idő alatt. A mai színészeink, akik már játszottak nálunk, sőt, egymással is játszottak nálunk, Kakasi Dóra, Herceg Tamás, közbe fog hegedülni Bóna János, én pedig megyek a dolgomra, mert van egy páciensem, aki jár már hozzám egy ideje, hát várnom kell. Szia, Júli! Szia, Dóri! Hogy vagy? Hát... Sikerült otthonról elköltözni? Anyuéktól? Sikerült. Tulajdonképpen még csak egy ilyen albérlet, de... Tulajdonképpen azért nem bánom, mert nagyon szeretem az embereket, meg úgy figyelgetni az embereket. Egy ilyen gangos házba költöztem, ahol hát nagyon sokféle embert lehet megfigyelni, és akkor ez tök jó, mert én ugye szociológiát tanulok, és akkor ez nekem nagyon jó terep arra, hogy mindenféle embert megfigyeljek. De mégis most önálló lehet. Igen. Ezt akartuk. Jó, hát főzni még nem tudok, meg néha egy kicsit sok szennyes gyűlik össze, de nem de baj. Nem jár át anyukád a mosógép. Dehogy jár, nem. Akar egyébként, de nem. Ilyen anyukákat is. Tényleg? Nem, igen, nem. Elviszi pénteken, és visszahozza a hétfőn. Nem, egyébként nem próbálkozott, mert ő neki egyébként nehezebb az, hogy én leszakadni szeretnék, mint ahogy nekem. Ha? Biztos majd, ha gyerekem lesz, akkor nekem is nehéz lesz. De hogy... Szóval ő tett rá kísérletet, de én úgy eléggé karakám voltam ebben, hogy mondtam, hogy ezt én nem szeretném, mert azért jöttem el, hogy ezt én egyedül kell végigcsináljam, és nekem kell megnéznem azt, hogy hát ha nem mosogattam el, akkor ott áll a szennyes edény, és nem tudok meginni egy kávét, vagy ha szennyes ruhám van, akkor csak azt tudom fölvenni. Szóval lassan felnőttél. Úgyhogy, hát azt még nem mondanám, de... Alakul. Igen. Aha. Úgyhogy nagyon érdekes. Sokféle ember van ott a... A házban, aha. Jó, most annyira ismerlek már, hogy látom a fejeden, hogy akkor na Dóri, akkor ki az az ember, kiről akarsz beszélni, mit láttál, jó? Na, hogy... Igen, mert aggódsz, látom, hogy valami feszít. Annyira ismersz már, hihetetlen. Na, semmi, csak van egy ilyen nagyon fura család. Igen. Illetve nem fura a család, hanem egy... Hát nagyon sokat nem úgy veszekednek, ahogy mindenki veszekszik, hanem... Hát, hogy egy kicsit riasztó. Ami köztük zajlik? Aha. És te ezt honnan tudod, hogy hát mi zajlik? Mindenki... Nem azt mondják, hogy zárt falak közt mindenki azt csinál, amit akar? Hát addig, amíg azokon a falakon nem hallatszódik mondjuk ki, vagy nem tudom, nem attól zeng az egész ház, és gyakorlatilag nem nagyon lehet másra figyelni, amikor... Bocsánat. És téged zavar, hogy ők veszekszenek? Az zavar? Hát az is zavar, hogy veszekszenek, de nem csak ez zavar, mert föl tudom venni a fejhallgatómat, és tudok zenét hallgatni, hát csak valahogy nyilván ez lenne az egyszerűbb, de... Én akkor inkább mindig mindent kikapcsolok, és valahogy inkább arra vagyok kíváncsi, hogy mi történik. Tehát mi tud két ember között történni, ami ennyire durva. Tehát, hogy nekem még nem volt
És nem volt részem ilyen dologban. Valamelyikükért? Hát figyelj, van két gyerek, de ha nem volna gyerek, akkor is azt a nőt, ahogy... Tehát vannak olyan reggelek, ahol azt látom, hogy csak napszemlegbe lép ki az utcára. Tehát, mindig, tehát hogy amikről az ember úgy tudja, hogy valami nem oké, nem tudom pontosan, mi történik, csak nagyon-nagyon hangosak, és időnként lehet hallani, hogy eldúrul a helyzet. És azt jól sejtem, hogy ezt csak nekem mondod el? Hát... Jó, de elmondtam az anyámnak is kb., de hát mondta, hogy hát igen. Az ő életük. Házban van egy ilyen, aztán ezt meg kell tanulni, kislányom, ezért akartál te gangos házba költözni, tehát ő kb. Ennyivel lerendezte az egészet, de... Aha. Meg hogy ő megmondta, hogy majd akkor ez milyen nehéz lesz, és akkor valahogy azt éreztem, hogy nem akarok vele ilyenekről beszélgetni. Uh-huh. A házbeliek meg, hát mindenki tudja, mindenki látja, hát nem hülyék az emberek teljesen, csak nem nagyon csinálnak. Csak az a kérdés, csinálnak. Hogy mi közünk hozzá. Hát igen, de valahogy én, tehát hogy én ezeket nem, azért, igen, tehát hogy erről akarok veled beszélni, hogy mit csinálhatok én mondjuk, tehát ki vagyok én egy ilyen helyzetben, ha mondjuk nem akarok az lenni, aki teljesen passzív, mert nem akarok az lenni, de nyilván nem merek oda menni, hát hogy? Hát pofán vág az a pasi körülbelül, csak nem tudom. Uh-huh. Hát én gondolom, hogy azért az nem nagyon misztikus, vagy nem ezotérikus egy kicsit se, ha azt mondom, hogy már azzal is, hogy egyáltalán gondolsz rájuk, vagy vele vagy, vagy látod, hogy itt valami nem igazságos, ezzel is tettél valamit. Na de... Aztán majd kialakul, hogy mit tudsz konkrétan. Tehát te annak örülnél, ha segíthetnél, vagy megakadályozhatnád? Nem vagy, tudom. Azt érzem, hogy ezt nem azért rossz tapasztalni, mert hogy milyen hangos, hanem azért, mert azt érzem, hogy a közelembe történik, és lehet, hogy valamit nekem kell csinálni, de nem merek csinálni semmit, meg nem is tudom, hogy mit csinálhatnék. Uh-huh. Tehát, hogy ennyi kb. Hát ha hiszitek, ha nem, ez a téma majd még visszatér, sőt a mai előadásunknak ez a témája, hogy mi közünk hozzá. Most pedig ezt a gangos házat szépen végigjárjuk, és megnézzük, hogy kik laknak itt. És mi történik? Mindjárt rögtön ezeknél a Kovácséknál. Mire hazajön a papa? Viszont elúdni. Na, szom van már itt. Szia. Halló? Mindjárt asszik. Ez mi? Hallgattasd már el egy kicsikét, ez szétmegy a feje. Nekem is csak... Na, ez semmi hello, vagy puszi, vagy valami? Nem, csak tudom, hogy nem szereted a sírást. Mi? Nem hallom, de mi van? Nem hallom, mert állandóan bőg az a gyerek. Mi van? Igen, mert van valami, nem tudom. És kapott egy kis... Adjál neki tejet, vagy mit tudom én, aztán fektes már le. Elkezdtem nem tudom, ennyi idő van, feküdjön már le. Vagy elkezdtem a hozzátáplálást, azt mondta a védőnő, hogy... Hogy és adtam neki magyarót, csak lehet, hogy nem bírja a hassal. Mit?
Mit adtál neki? Magyaró volt itthon. Magyaró? Lehet, hogy az a baj, hogy meg akar fulladni, nem? Nem fulladni. Milyen hülyeséget csinálsz, mert most komolyan mondom. Jó. Halló? Ülj egy kicsit. Mi az, hogy ülj le? Oké, leülök. Hol a vacsora? Nincsen vacsora még, mert ezt csinálta egész nap. Hol a vacsora? Van egy kis maradék tegnapról, jó? Maradék is. Meg én melegítsem meg, mi? Végigürjön az egész kibaszott napot, meg minden, és akkor jövök haza, sehol vacsora. Tedd már elém, megfogod, hogy valamit csinálj. Megfogod, Juliskát, egy kicsit. Jó. Jó, nem. Akkor... Na. Hozok, várjál. Jó. Majd én megcsinálom, hagyjad. Gyere már ide. De lehet, hogy csak az a kis magyaró van, ez nem jó? Magyaró, jó. Azt hittem, hogy még van a tegnapi kajából, de ma... Add már ide, majd én elhallgattatom, add ide. Inkább maradjon nálam, jó. Semmi, de most mi van? Pihenjél. Jó, semmi. Miért? Nem ringathatom el a gyerekemet? De, vagy mi van? Csak mi? Inkább üljél egy picit, jó? Üljél egy, nyugodjál meg, mindig ezek a helyzék. Na, nem bőgne ennyire a gyerek, akkor biztos, hogy nyugodt lennék én is a rohadt életben. Add már ide, hallod? Adjad már ide. De minden rosszik. Add már ide. Nem akarom. Na. Add már ide, kapsz egy fülest. Add már ide. Gyerünk. Ülj le, légy szíves. Na, add már ide azt a kurva gyereket. Nyugodj add meg, már és ide. Ülj le, légy szíves. Jó, nem adom oda. Jó van. Ellenállni, azt lehet, persze. Na jó van, ide figyelj. Most volt az utolsó, hogy azt mondtad, hogy nem érted. Jó? Jó. Oké? Okay? Igen. Na, add ide azt a gyereket. Nem adom oda. Most add ide azt a gyereket. Nem adom oda. Mindjárt rosszik. Van egy kis sör, igyál nyugodtan. Na, az a jó. Idegességre mindig jó. Rendben van. Na, akkor most már megkaphatom. Le vagyok nyugodva. Itt van a magyarul, akkor edd meg ezt. Jó. Majd én adok neki magyarult, attól elhangot. Hallod? Na, add már ide. Nem akarom. De nem ér? Mindjárt megnyugtatom. De mindenki ezt hallgassa, nem bírod megnyugtatni a saját gyerekedet? De majd én elhallgattatom, add ide. Nem akarom. Na, jó. Mindjárt rossz. Gyerünk, add nem már akarom. Ide, add már ide, add már ide azt a kurva gyereket. Nem akarom. Add már ide azt a kurva gyereket. Nem, ne fogd ide azt a fejére! Ne csináld! Adjad már! Másnap Dóri extra időpontot kért tőlem. És természetesen fogadom is. Szia, Júli! Szia! Köszönöm, hogy fogadtál. Na, hogy... Mi történt? Tudod, meséltem azt a családot. Múlt héten, igen. Aki a házatokban lakik. Néztél híradót ma? Nem tudom. Igen. Annyira tudtam, hogy nekem kéne csinálni valamit. Annyira tudtam. Csak nem. De... Náluk történt ez az eset? Igen. A nő bekerült a kórházba. Gyerek. Igen, az újságban is itt van. Ez is írta. A mai verés után kihajította az ablakon csecsemőjüket, aki nem érte túl az esetet. Annyira tudtam, hogy nekem kellett csinálni valamit. Annyira tudtam. Ugye, most nem azt akarod mondani, hogy te bármilyen kicsit, szinten... De.
mert az embernek hallgatni kell ezekre a valamikre. Tehát, hogyha én azt érzem, hogy nekem segítenem kell, akkor segítenem kellett volna, csak nem tudtam, hogy kell segíteni. És most, hogy ez megtörtént, most mégis mit gondolsz? Mit lehetett volna? Ki tudta volna bármilyen szinten ezt megelőzni? Nem tudom. Nem tudom. És mi lesz most a családdal? Hát a pasi ez börtönbe került, mondjuk maradjon is ott, de... Igen. Hát a nő most még benn van a kórházban, tudom, a két irányban vannak ott nagyszülők, meg két gyerek van, két... Aha. Külön helyről, és akkor most a gyerekek elvileg biztonságban vannak, csak hát most utána, nem tudom, mi lesz utána, hát felelős, csak a pasi keres pénzt, ott érted a nő most a családi pótlékból, szerinted mit csinál? Meg egyáltalán. És mire gondolsz, hogy tudnál segíteni? Hát nem tudom, hogy ilyenkor mi segít. Hogy mire van szükségük? Lehet, hogy gondolom pénzre szükségük van, de hogy... Érted, ruhára is szükségük van, mert most abból ő nem tud bevásárolni. Hát igen, meg lehet, hogy egy alapítványra, aki valahogy, nem tudom, felkarolja. Hát tehát jó, csak én ebben nem hiszek. Júli, nem hiszek az alapítványokban arra, úgyhogy ezt mondom, csak én abban hiszek, hogyha... Hát, hogyha valaki oda megy és segít a két kezével, vagy... Például gondolom, hogy tanúskodni kell majd. És erre, ha te rá tudod venni a házban lakókat, akik egytől egyik tudták, hogy ez van, az szerintem nagyon komoly segítség. Figyelj, mi lenne, ha indítanánk egy ilyet, ráírom, ugye Marikát mondtál, úgy hívják őt. Igen. Marika. És ezt mondjuk kitennéd ott a háznál. Azért gondolom, hogy tedd valami... Ilyen láthatatlan helyre, ahol mégis mindenki tudja, hogy ott van, hogy ne egymás előtt látszódjon, hogy ki tud segíteni, ki nem. Aha. Mit szólnál hozzá? Én adok bele egy kicsit. De rendes vagy. Egyet kérek, hogy ezt soha senkinek nem mond, hogy én adtam. Jó. Biztos lesz majd olyan, akinek meg az a fontos, hogy ő adta. Igen. Aztán még lehet, hogy jövök. Oké. És most megnézzük, hogy különböző helyeken hogyan alakul ez a segély, vagy segítség, vagy támogatás, vagy tanácskérés. Rögtön az első, Halmosi, doktor Halmosi, doktor Halmosi Henrik. Így már mindenki ismeri, a sztárügyvéd. Hát Dóri bekopog hozzá. Még soha nem lépett be az ő lakosztályába. Igen. Gyere csak be. Bocs, hogy a rumlére egy kicsit tegnap volt egy kis... Buli volt? Ez az amaz. Van ázott magyaró, van minden. De telefon elrázi. Igen, jó, hát igen. Biztos nagyon drága telefon. Hát igen. Hát valamivel kell boldogulni, ugye? Igen. Na, miben segíthetek? Igen? Hát nem tudom, hogy... Leülhetek egy kicsit? A, persze. Tegeződhetünk? Bocsánat, elnézést. Igen. Igen, jó. Tehát, úgy is mondtál, hogy hívna? Dóri. Nem mondtam semmit, de Dóri. Ja, bocs, igen, bocs. De így a lépcsőházban már találkoztunk csak. Persze, így megvan. Dóri. Csak mindig azt látom rajtad, hogy igazából csak mész, csinálod a dolgodat, de úgy nem is nézel az emberek szemébe. Ja, bocsánat. Ja. No. Pedig hát a munkám része, érted? Na mindegy. Igen, mi van, hogy valami ügy van? Hát, hogy valami meg kell segítség? Van itt egy ügy. Titkárnövet, amikor fel lehet hívni, mert nem mondja az óradíjat, meg mindent. Nem olyan fajta ügy, hanem igen? Hogy ilyen házi ügy. Csak hogy... Mármint egy otthoni, vagy te... Nem, ez a ház, amiben lakunk. Ja, vagy ja, te nem itt laksz, bocsánat, igen, neked ez az irodád, igen, tehát, hogy... hogy igen, az irodám, igen. Igen? Hogy biztos hallottad, hogy mi történt abban a családban, ott a harmadik emeletem. Ja, azok a kiabáló csávó? Igen, a kiabáló csávó, aki most börtönben van. És hát az van, nem tudom, hogy
mennyire ismered így a családot, vagy... vagy hát őket is így, hogy... Annyira, amennyire engem. Hát így találkoztunk már, igen. Na, tehát, hogy... Hát ugye börtönbe került a férfi, és a nő meg egyelőre kórházban van, mert elég súlyos sérüléseket szerzett. Csak hát az a kérdés, hogy amikor ő majd visszatér, akkor mi lesz ügyvéd? Szerintem nem ügyvédre van annyira nagyon szüksége, bár mindenkinek van szüksége egy jó ügyvédre, de neki most inkább valami másra volna szüksége, inkább arra gondoltam, hogy hát, hogy ott van, ugye meghalt a kisebbik gyerek, de hogy a nagyobbik szerencsére nem volt otthon. És hogy... Hát akkor ez egy ilyen gyerekelhelyezési per, nem tulajdonképpen? Nem, hanem hát, hogy pénzre volna szükségük. Én arra gondoltam, hogy valami gyűjtésféleséget lehetne csinálni, és hát figyelj, annak a telefonnak a... Nem tudom. Na, jó, semmi. Tehát, hogy nem tudom, akár egy pár ezer forint is, mert nagyon nagy segítség, de nem akarok én összegeket megjelölni, csak, értem. Úgy gondolom, hogy aki egy picit többet megengedhet magának, az, figyelj, az nyugodtan beleadhatna valamit, de... Várj, igen. Ne, most nem tudok be... Nem ügyfél, de egy 5 perc, jó? Kösz, szevasz. Igen? Értem, tehát nem leszek már itt 5 perc múlva, csak hogy nem fogom nézni, hogy mennyi pénz, de hogy kiraktam lent, ahol be van kamerázva a lépcsőház, tehát hogy lopás, nem, hogy ne legyen, igen, de hogy valamennyi pénzt nagyon jó lenne, hogyha bele tudnál tenni. Értem. De mondom, nincs ilyen elvárás, hogy mondjuk 10 000 vagy 20 000 forint, csak jó lenne. Értem, hát majd... Nem tudom, hát csak amennyit nélkülözni tudsz, tehát, hogy amit annyira azért nem... Nem tartok igazából itthon ilyen készpénzt. De nem kell most, tehát haza lehet menni, és akkor majd, amikor holnap jössz az irodába, akkor be lehet tenni akkor a pénzt. Majd esetleg, de nem zavarok tovább, csak hogy ez nagyon fontos lenne. Maradjál nyugodtan, kérsz egy kávét? Nem. Mit mondtam? Azt a pénzt, amit a kávémra költenél, azt tedd bele a batóbazba. Ez jó azért. Jó. Figyelj. Megyek, mert még körbejárok a házba, és... Maradjál. Nem maradok, köszi. Még valami italt hozhatok, vagy nem összeütök egy meleg szendvicset, vagy valamit. Maradjál még nyugodtan, hallod? Nem, köszönöm. Nem? Tényleg. Pillanat. Tehát, hogy ott lesz a doboz, és akkor valami... Pillanat. Igen. Nem. Erre most nem tudok felelni. Hogy mi? Egy óra? Nem. Jó, egy pillanat. Jó, figyelj. El kell menned, fontos dolgod van, nekem is nem kell a többi ház. Még tudok maradni, meg kell csöngetnem mindenhova, de nem akarok maradni. Dumálhatunk egy keveset. Nem akarok dumálni, csak hogy tegyél bele egy kis pénzt a matabaszba. Figyelj, nem tudom, rendben, mondanám azt, hogy teszek be, de lehet, hogy inkább megvárnám, amikor hazajön a nő, és esetleg, hogyha valami jogi dologban tudok segíteni, nem akkor lesz, nem esetleg... fog beférni a határidő naplódba, hát látom, hogy folyamatosan csönd a telefonon, tehát szerintem sokkal többet tudnál azzal segíteni, hogyha a zsebedbe nyúlnál. Érted? Szóval, hogy nem... Jó, majd meglátom. De figyelj most, de hogy mi a szomszéd, rakonyuk vagy mi vagy? Nem vagyok senkiük, csak valahogy... Nem tudom, tehát nem gondolom, hogy most bárki is segítene, és azért kéne mindenkinek segíteni. Jó, figyelj, ez egyébként tök jó pont, meg szóval tök szuper, majd átgondolom, oké? Ez is jó pont, hogyha raksz be egy kis pénzt. Ja, persze, jó? Igen. Na, Akkor megyek, jó? Rendben, figyelj, hogyha egy... Mondtam, hogy hova tettem a dobozt? Mondtad, be van kamerázva. Nem a dobozban bekamerázva, hanem ott a lépcsőháznak van egy olyan kis sarok, ami be van kamerázva, az a hely a lépcső. És oda tettem a dobozt. Ellelopják egyébként. Figyelj, ez nagyon okos. Szerintem is. Jó. Ha bármire szükséged lenne, ügyvéd, vagy bármi jogi tanácsodás, vagy nem tudom én, tudod, megtalálsz. Kösz. Oké? Okay? Szép napot. Viszont. Hát így járja végig Dóránk az összes lakást. Ott láthatjuk egyfolytában azt a dobozt, majd azt is észlelhetjük, hogy van-e valaki, akár bárki, akár mindenki, vagy senki, aki
bármennyi pénzt is beletesz. Most megnézzük, hogy miután elment Dóri erről a látogatásról, amit mindenhol megejtett, hogy beszélgetnek erről a témáról Kalmárék, a földszinten laknak, és ahogy a bejárattól látjuk balra az ő lakásukat, jobbra ott van a patika, az is a sajátjuk. Hát ez ilyen szempontból kényelmes annak, aki ott lakik, van is mindjárt egy gyógyszertár a háznál. Hát most megnézzük, hogy hogy viselkednek, és hogy konzultálnak a témáról. Vajon van-e közük hozzá Kalmárék? Kipakolták a... Hát egy kicsit késett a rakomány, de igen. Nem tudom, ebből a Advilból berendeltünk. Jó, hát az Advilból, érted, annyiféle a piacon. De nem veszik, nem veszik valami, nem tudom, valami. Hülyeség, nem, most már sem vannak elfoglalva. Szerencsé, hogy sok pedig hát annak aztán semmi mellékhatása nincs. Igen, nincs. Na, jó van. Te figyelj, láttad azt a dobozt? Valami gyűjtés, nem, nem olvastam. Ez a kis csaj, ilyen nagyon lelkes, nagyon pörög. Igen? Igen. Melyik ott a negyediken? Vagy uh-huh. Nem tudom, hogy hívják, de hogy... Na, hogy... hát, hogy valamit azért csak bele tehetnénk, nem? Már hova? A dobozba? Uh-huh. Szerintem nincs értelme, de attól még lehet, hogy akarsz. Akkor jó, hát most itt nézem a bevétel kiadás kis... Láttam, mert ott egyébként be van kamerázva az a rész, tudod? Ja, ja, igen. Az nekünk is jó olyan, csak az a baj, hogy ez a kamerák nem működnek. Ezt sem mondod. De, már a társasági képviselőt meg csomószor kérdeztem, hogy esetleg... Tudod, múltkor volt az lehet, az eset, amikor a... Lehet, hogy a kis csajnak is szólni kéne. Igen. Hát amikor egy gyöngyike meglépett azzal a pár doboz gyógyszerrel, na de azóta nem csinálták meg? Nem csinálták meg. Nem lehet bebizonyítani, hogy ő volt, mert nem működnek azok a kamerák. Hát akkor vegyünk el a pénzből inkább. Bármennyit beleteszel, elviszik a fenébe, tudod. Aha. Hát figyelj, akkor mi lenne, ha adnánk ebből az Advilból, mondjuk, ami itt maradt? Szegénynek ne fájjon a fejem miatt. Hát ezt mondom. Hát valamit, tehát hogy azért valamit azért mégis kéne, nem? Én nem akarok a rossz fej család lenni. Lehet. Tehát valami, hát nem tudom, itt valamit. Itt van a készletösszesítő? Vagy aha, igen. Van az a... Tehát itt van az Advillos kupac. Ez is van. De hát ott van a gép. Is. Ja, nálam is itt van a... Hát vagy Advil, vagy tudod mi? Itt van ez a rakat nyugtató. Ami mindjárt lejár. Tudod, azt már úgyse tudjuk, csak fél áron eladni. Tegyük oda. És akkor azt nem tudom, oda tesszük az ajtó elé, vagy felkasztjuk a kilincsre, vagy valami. Ez jó, nem? Ja, mondjuk akkor tudják, hogy mi voltunk. Hát jó, tudják, hogy mi voltunk, és legalább tudják, hogy nem hagytuk segítség nélkül őket. Uh-huh. Tehát az még jó is, ha tudják, nem? Hm? Lehet. Na mi legyen? Most akkor Advil legyen, vagy a nyugtató, ne, vagy az mind Advil, a kettő? Az Advilt majd majd visszaadom a szállítónak szerintem, hogy vigyék el annak a felét. Jó, hát akkor figyelj, akkor legyen a nyugtató, most itt legyen a nyugtató, addig is legalább nem gondol erre a szörnyűségre. Nem tudunk eladni, mert teljes áron, sőt fél áron sem. Akkor legyen ez. Legyen, azt végül is, várj, akkor vegyem ki a készletből? Hát vedd ki, én meg akkor felhívom a Marikát. Oké. Na. De dobozban elragd, mert a drogosok elfogják még. Azért mondtam, hogy ilyen kasszú föl, aki nincsen. Jó? Jó. Na, akkor ez így jó. Okay. Hát akkor valamit azért mégis. Jó van. A lelked is megnyugszik. Meg. Figyelj, nézzük már meg mondjuk egy filmet este. Van kedved? Uh-huh. Jó. Menjél bele, megcsinálom azt a megrendelőt. Azt. Jó van. Na, akkor telefonálok, jó? Köszi. Na, szevasz.
Oda kéne akasztani ennek a balhét családnak a kilincsére, jó, azt a, tudod, azt a nyugtatót, ami megmaradt, jó? Tudom, hát 30 doboz, most mit csináljak, jó, oké. Na jó van, köszi, 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 ciao. Ha most itt lennétek, akár maszkban, vagy anélkül, akkor elkezdenénk beszélgetni erről egy kicsit, de azt gondoltam, hogy én felmondom hangosan, vagy felolvasom, vagy elmesélem azt, hogy mi mindenre gondoltam, amin érdemes gondolkodnunk, akkor is, hogyha felvételről fogtok minket nézni. Szóval, hogy hol kezdődik a közömbösségnek a határa, hogy ezek most például hány piros pontot adnak saját maguknak, hogy mennyi segítséggel vagy törődéssel van kipipálva az, hogy mi megtettük, mi ott voltunk, minket érdekelt. Egyáltalán normális-e, tőlem szokták kérdezni ezt, akár a pácienseim is, hogy normális dolog-e valakiknek, idegeneknek az életével olyan mértékig foglalkozni, hogy én sirassak minden este, minden híradóban, minden egyes nap elhagyott gyerekeket, éhező öregeket, nem tudom, megmérgezett kutyákat. Tehát hol van az a teljesítőképesség, meddig tart, meddig logikus, hogy számítsunk egymásra? Vagy magamtól mennyit kell elvárni, a magam lelkiismeretére gondolva, hogy ne legyek egy rideg, közömbös, undok, önző ember, akit nem ráz meg, mondjuk egy ilyen családi történet, amit itt látunk. Hát, ha itt lennétek, akkor biztos jót vitatkoznánk ezen, de így most mindesetre magában mindenki gondolkodhat rajta. Ezek úgy látom, hogy egészen meg voltak elégedve a maguk megoldásával. Na hát aztán lejjebb a másodikon laknak szalmásék. A konyhába vagy. Fáj meg itt? Gyógyszeredet bevettem? Be! Holnap elfogy. Recepted van? Nincsen. Nincsen. Várjál majd nem én. Nem tudok lehajolni. Majd én. Na. Na. De az a... Nem jó. Mennyi az a recept? Mert kiváltom mi? Szívesen, csak... Hát várja. Kéne rá valami. Nincs annyi. A jövő hónap? Hát akkor jövő hónap, akkor nem marad ez a... Nem, már nekem jön a munka nélkül. Másfajta fájdalom, csillapító. Csak az baj, nem jó hozzá se járni, nem jó se ülni, nem jó se feküdni, nem jó. Kész egy vizet, vagy valami? Inkább egy vodkát, de hát azt nincs, tudom már. Na. Na. Jó. Szerencsé, hogy van. Jaj. Na. Figyelj már, bocsak, valamit nem beállzik megint. Tudom már, szóltam a közös képviselőnek, de hát azok érte. Nem vagyunk vannak elfoglalva. Ne, hogy hívják azt a vizet, ezt a csajt? A negyedik? Hát a Marika. Tudod, az új izé. Ja, az új kis csaj, az valami Nóri, vagy Dorottya, vagy... Nóri. Dór. Vagy Dóri? Valamelyik. Na, nem tudom. Nóri. Nem, Nóri lesz. Hogy izé... Mondta. Találkoztál? Találkoztam. Ja. Mondta, hogy van ez a doboz, tudod? Nem is tudok aludni, amióta ez történt. Hát ez borzasztó. Borzasztó. És tudod, most... ezen gondolkodom, hogy jó, hogy nyavajgunk mindig, meg nincs elég pénz, meg gyógyszer, meg nem tudom, de hát szeretjük egymást. Na, nem az van, mint ezeknél. Hát... Nem a mi bajunk, a nagy baj. Na, szóval, hát hogy... Az, hogy ott a gyerekkel, amit csinált, én nem is tudom, az... Ja.
hogy arra én gondoltam, hogy... Szavakat, szóval. Hogy lehet, hogy ezt a kis pénzt most nem tudom, vagy valamit adjunk el, valamit, nem tudom, valamit be kéne tenni abba a dobozba, valamit. Valamit. Mi van ebben a szatyó? Útkor hoztam valami, ezért a bolt. Hát ez ami... Igazából ez, hát ez a mai, nem tudom, ebéd meg vacsora. Ez? Hát ez. Ez van már. Hát látod, hogy mennyi van. Jó, mi legyen. Figyelj, ezt elfelezzük. Ezt meg odaadjuk. Meg egy kis apró. Jó. Ja. Nem lesz kevés. Nem lesz kevés. Jó, hát... Én úgyse dolgozok. Nagyon... Nagyon energiára nem kell nekem, ez csak éppen, hogy... Jó van, figyelj, és ha ezt oda tenném... Jó, megoldjuk valahogy. Ezt oda tenném, így ahogy van. Na, majd én lemegyek. Jó. Ugye, Jancsit majd... Jó, szeretlek, majd... olyan jó ember vagy. Én is. Ne fájna a derekod már. Jó, ki van, le van szarva a derekam. Na. Jó, azt visszarakom a ütőbe, ezt meg akkor. Kenyeret megegyük most, vagy majd később? Megnézem, mi van a ütőbe, van-e rá valami? Semmi. Nincsen semmi. Tényleg? Semmi. Nem baj. Hát akkor tudod mit? Van egy kis mogyoró. Bekapcsoljuk a rádiót. A slágert, érted? Jön valami, nem tudom, táncolunk. Vagy valami. Táncolunk. Közben meg nyeng. Aj, jó. Kicsit fáj a derekom, de jó lesz. Na. Pihenjél addig, mindjárt jövök. Jó, van, csak segíts már fölállni, mert itt maradok. Jó. Te, bekopogjak ennek, ennek a nőnek. Kopogja. Az ötödik emeleten lakik Balog Ádámné a fiával, Balog Bélával, aki utálja a Béla nevet, ki nem állhatja. Igaz, hogy az apja is Béla volt, de őt nem látták már vagy 20 éve. Ő igazából valami jobb nevet szeretne, de hát hiába nagykorú, még ezt se tudta igazán átverni az akaratával, hogy erre engedélyt kapjon. Ő közigazgatásilag és hatóságilag is szeretné megváltoztatni a nevét. Már csak azért is, hogy ne az legyen a neve, mint az apjáé. Na, akkor bevásároltál mindent, ami föl volt írva? Igen. Most igen vagy nem? Igen. Jó. Bepakoltál a hűtőbe minden? Bent vannak, lemostam a teljes dobozokat. Fertőtlenítettél. Igen. Jó. Spájzba bepakoltál? Be. Jó. Szelektív szemetesbe tetted a nylon zacskót, ami bevásároltál? Igen. Jó. Na, arra gondoltam, hogy ma megfőzhetnéd te a vacsorát, jó? Nagyon egyszerű, kinéztem egy receptet az interneten, ami kicsit ilyen göngyölt hús, ilyen kis burgonya krokett, meg egy zöldségsaláta, jó? Na, úgyis úgy szeretsz a konyhába tevékenykedni, akkor azt csináld meg, légy szíves. Rendben. Jó? Szerintem kezd el. Mama, nem fog elkészülni. Mama, igen? Hogy... Ettől megőrülök. Tehát akarsz valamit, akkor fordulj, jól, és mondd azt, hogy mama! Hogy valamit, hogy érezzem, hogy akarsz valamit mondani. Mama,
meg polondol. Nem tudom, hogy gondolod, hogy bármit el fogsz érni az életedben, hogyha nem állsz bele egy helyzetbe, és nem mondod azt, hogy szeretnék, akarok valamit. Pont. Tudod, ki fog rád így odafigyelni? Mama. Csak a... Évek óta ezt magyarázom. Csoda, hogy meg itthon élsz. Azt akartam kérdezni, kérdezni, amit a múltkor, amikor a Dórikával beszéltünk. Ki ez a Dórika? Nemrég költözött ide a negyedikén. Ja, az a kis pörgős, elvarázsolt kislány, igen. Istenem, ennyire nincs fogalma még az életről. Volt, édes jó Istenem, fogalma sincs róla, de ezt észrevetted? Hogy? Észrevetted, hogy mennyire alkalmatlan az életre. Alkalmatlan. A Dórika? Hát mi kiről beszélgetünk? Nekem ilyen talpra esett lánynak tűnik. Te talpra esettnek hívod azt, aki egy naív idióta? Tényleg? Nem. Nem. Hát, egyébként nagyon összepasszoltok, mert ő is körülbelül hasonló perspektívák állnak előttem. Nagyon értelmes lány, már többször beszélgettem vele. Ja. És tudod, volt ez az más eset... Más fogalmaink vannak erről, igen. Volt ez az eset ott a szomszédjában a Marikáékkal. Mi? Most mondjam ki. Mondjad ki. Józsi kidobta a gyereket az ablakon. Tudom. És? Igen? A Dórika gyűjtés szervez nekik. És azt gondoltam, hogy hát segítsünk már nekik, mert a szegény Marika... Tudod mi? Segíts neki. Menj és sételje körbe a házba, és beszélj érete is rettentesen okos családokat, akik tele vannak zsívvel. Járják körbe te is. Ez a szép kis naív, pislogó fejeddel, menjél körbe. Nagyon szépen összepasszoltok Dórikával. Kérjetek pénzt. Én nem az az ember vagyok, akinek ez belefér. Erre is gondoltam, de én úgyis... Neked adom a fizetésemet. Valaki beletesz egy 5000-est, és azt gondolja, hogy megoldotta a problémát. Nem oldod meg a problémáját. De hallgass. Ha bele tudnék tenni 50 000 forintot, azt se tudnám megoldani a problémáját, érted? De valamit segít. Ez rajta. Egy hazugság, ez ugyanolyan hazugság, mint hogy amikor odajön hozzád egy hajléktalan a pirosnál, akkor adjál neki pénzt. Nem neki lesz attól jobb, érted? Nem neki lesz jobb. Hát megy jó ahhoz a maffiához, akihez tartozik, és ezzel áltatod magad, hogy jó ember vagy, azért, mert adtál neki 150 forintot. Nem vagy jó ember. De nagyon nincs az életről, Béla. Fogalmat sincs. Ne hívd már Bélának. Minek hívjalak egyszer így hívnak? Hát, Bélukának, vagy minek? Átgondolhattad volna ezt a nevet. Nem, tudod jól, hogy az apád akarta be, hogy anya egoista barom volt. Jó, hallottakról jót vagy volt, semmit. Tudom. Igen. Annyira imádta a saját nevét, hogy azt mondta, hogy ha neki fia lesz, akkor csak Béla lehet. Hát most én mondhattam bármit. De, jó. Mindegy. Más ötleteim lettek volna, de... Vehetek ki pénzt a pénztárcámból, és belekhatom a dobozba? Nem vehetsz ki pénzt a pénztárcámból, sem a bankkártyámat nem fogom kölcsönadni, mert még egyszer elmondom, hogy nem ez a segítség. Tehát áltathatod magad ezzel, hogy te egy csodálatos, ügyes, okos, segítőkész, kedves fiú vagy, nem fogok adni pénzt. Rendben. Hogyha keresel te is valami értelmezhető mennyiséget, akkor beszélgethetünk erről. Hát ez a munkám ennyit fizet. Hát jó. Reméljük, hogy nem innen fogsz nyugdíjba menni, mert ha igen, az elég. Nem utáz. Fogok, nem ezt tervezem. Jó. Azért tanulok mellette. Szuper. Jó. Ki kell szellőztetnem a fejemet, ne hallom. Szellőztes ki a fejedet. Csak a vacsoráról ne feledkezz el, jó? Nem. Okay. Mindjárt jövök. A PIN kódodat pedig tudom. És most veszek ki pénzt, és teszek a dobozba. Béla! Hát, igen, csak úgy tűnik, hogy több családot nem csak kívülről, hanem belülről is megmozgatott ez az eset, és akár személyes lázadások indultak el emiatt, mint például, na mi legyen az új neve ennek a Bélának? Milyen nevet adjunk neki? A következő életében, amikor nemet mondott az anyjának, onnantól kezdve nem tudom. Képzeljétek szerintem el nekem... legyen Bella, amikor nemet vált. Lesz hozzá bátorság. Nekem volt olyan tanítványom, akinek nagyon szörnyű apja volt, és
B betűs volt, ez csak most jut eszembe, nem amikor írtam, de B betűs volt a gyerek, és abban a pillanatban, ahogy 18 éves lett, azon a napon elment az önkormányzathoz, és megváltoztatta a nevét, de úgy, hogy a keresztnevét is, és a vezetéknevét is, méghozzá B betű helyett egy Z betűs vezetéknévre, hogy minél távolabb legyen az apjától, akire egy... De tényleg ez történt vele, hogy kicsit se hasonlítson a történetében az apjára, meg a múltjára, nagyon érdekes volt. Na, hát most pedig bekukkantunk, mondjuk laknak a hatodikon, és Molnáréknak hívják őket. Munka után. Ja. Hol raktad a távirányító? Ott van. Várja. Ja, itt van, hülye vagyok. No. Gyere majd. Megfőztem a vacsorát. Nem, kicsit már fordulj. Jaj, de jó. Na, jó. Ma melyik lesz? Melyik? Az Esmeralda? Vagy melyik? Nem nézem már. Hát dehogy nem, én tudod, hogy szeretem. Na, megfőztem a vacsorát. Az a, hogy hívják? A Tóth? Imre? Tóth? Ja, Jocó. Nem, Tóth János. Ez János. Az. Bírom a helyzet. Van az a vörös csaj, az a titkárnő, tudod? Azt csipázom. Melyike? Nem a mucsi, ahogy így izél, tudod. Ja. Magyarot kérsz? Figyelj, igen. Kicsit elázott. Mit csináltál? Kiborítottad a szódát? Na, jó van. Hát nem tudom. Fröccs? Jöhet egy fröccs? Ja, majd csinálom. Na. Várj, addig bekapcsolom. Jó van. Sok nyomorút reklám, már megőrülök. Ja, tényleg. Az megy. Advil. Ne, persze. Hát a fájna a fejed, nem? Hát, jó fájni fáj, de... Hát is... Érted ezek a gyógyszerések? Na. Tessék. Na, kösz. Egösség. Olyan háklis öregasszonyt tologattam ma, te. Na, mesélj. Nem volt valami. Azt is bírom, azt a csaj. Az a nagy darab. Mi? Azt a nagy darab. Hú, ez már keserű. Igen? Aha. Majd ez jó lesz. Na, még most jönnek a hírek. Na, akkor addig beszélgetünk. Na, minden jót. Hát, ez, tudod, ez a, no. Az igazi ilyen izé, hogy ja, vajon, mindenki hibás, ja. És a borítékot meg, hogy gyürögett, alig várta, hogy bejöjjön az osztályos orvos, tudod? Aj, de szállalmas. Dugdossák így a zsebekből. Igen, mondjuk ennél már csak az orvosnak a de képe szállalmasabb, aki úgy csinál, mint hogyha nem. Tudod, hát tudom, azért mondom. Na. És igazából érted, ő ül egy rendelőben, meg így ül a forgószékén, te meg mozogsz egész nap, jössz, mész, emelgetsz, meg pelenkát cserélsz, persze. Fizikai munka, lejárom a lábam, érted? Ja. Na. Hát igen, az én napom az ugyanolyan volt, mint a többi. Annyira elegem van abban a nyomorult irodavezetőből, aki ott pattogtat folyamatosan. Igen. Igen, múltkor jól megfenyegetett, hogy majd takarítógépet fog venni helyettem, hát szuper lesz tényleg. Ha megnézem, hogy az hogy takarít ki, úgy mint én. Ja, ja. De azt is kezelni kell valakinek. Hát nem? Ez az. Ja. Fogalmuk nincs ezeknek arra, hogy milyen az, hogy dolgozol két között, de fogalmuk nincs arról, hogy az. Dumálnak, ülnek, aztán messzelnek üleségekre. Persze. Na, oda nézd. Na, most már csak elkezdődni. Várjál. Találtad azt a dobozt? De az a mi házunk, nem? Mi? Mi házunk? Nem, dehogy is. Adok rá egy kis hangot.
nem arról a gyerekről van szó? Nem. Ha ott a Marika. Tényleg. Hozzátok vitték be Marikát. Mi? Ott volt, ja. Hú, nagyon durván nézett ki. Te ez a Józsi, ez... Ez mondjuk kemény. Hát ez nagyon durva. Miért? Nem, értenem. Naponta történik ilyen mondjuk, de ez az itt a házunkban, ez ja. Kemény. Ó, gyűjtenek is, hallod? Gyűjtenek, jó. Ja. Ott van az a doboz kitéve, láttad, nem? Milyen doboz? Ott lenne a lépcsőfordulóban van ez a kis doboz. Igen? Van a kis Béla, meg a Dóri, vagy Nóri, vagy hogy hívják, azok pörögtek elem. Na, mikor kezdődik? Én most értem, hogy híradó meg minden, de... Mindjárt befejeződik. Elmondják az összes szörnyűséget, ami ma volt, azt... Jó. Én mondjuk biztos nem tudok rakni abba a gyűjtődobozba, érted? Ja. És milyen, ez segítsek tőle, szerinted? Az a segítség, ha nem jön haza többet ez a videóta. De nem az, mi, de most miből? Meg egyáltalán? Hát erről beszél. Érted? Rakjon a gyógyszerész, mert rakjon az a nyomorú tegyvéd, érted? Jó, ha nem mártjuk bele magunkat. Nagy menőzik egész. Na, nem, persze. Nem. Hát aztán meg is, tehát kiszabadul a Józsi. Aztán ja, majd mi leszünk a... Aztán majd üze. Persze, hogy jön azt a hőzön meg. Minden jött ki, aki segített, az már... Hát, na ez az, na ez az. Annyit fogja azt, hogy itt verje nálunk az ajtót, ja. Itt dörömbe jön éjjel kettőkkor, ne. Tudod mikor. Úristen. Hát azt nem akarom. Na. Tudod, figyelj, éjszakára ja. Zárjuk ám be a rácsot. Hát persze, ugye majd. Na, kezdődik jó most van. Már. Ez az, jó van. Van. Fölhangosítom már. Jó. Azt bírom! Ez nagyon jó! Azt tudtam! Ez a csodálatos! Te mondtam az a bucsihoz! Lakik még a házban bizonyos óvárosi, sőt, óvárosi Ottó. Hát majd meglátjátok, hogy mivel foglalatoskodik ő, de nagyon büszke az ő élete párjára, akinek csak arra büszke, hogy ő meg élete párja lehet ennek az Ottónak. Az élete párja az Szabina. Na, jó. Legyen Szabina. Legyen. És megnézzük, hogy ők hogy reagálnak erre az egész történetre. Igazdom ezt az arcodat! Annyira igazdom! Na, ilyenkor mindig jön egy vers, tudom. Na, mi jutott eszedbe? Igen. Ezt megfogom. Ugye fölvettem? Megfogom. Várja, de ne, hadd mondjam de. Tudod, hol van a telefonom? Na. Ez a legjobb, amikor így improvizol. Na. De Lici, imádom! Na. Na. Ne, zavarba jövök az a baj ilyenkor, mert de tudom, ne, hogy... De ne, most előttem, na. Figyelj, igen? Nem, hogy most ránéztem erre a mogyoróhé, tehát hogy azt így ki kell mondani, igen. Egy mogyoróhé, tudod? Nagyon jó, igen. És így beugrott, hogy ennek így, ennek a textúrája, meg így, ahogy így... hogy beborítja ezt a nagyon értékes szemet, tudod, ahogy így, ezt így lehántod. Igen. Érted? Igen. Lehántod. Értem. Jó.
és így kicsomagolod belőle a lényeget. Kijön belőle a lényeg. Igen. Érted? Hogy na, na, ezt most, ezt, ne, nem, ez most nagyon beütött. Nekem is tényleg ez most nagyon beütött, hogy de most képzeld el, hogy ekkorába, és itt lesz, ez egy nagy mogyoró a héjába. Nagyon jó. Körötte tök fehér, érted, hogy ilyen teljesen puritán legyen az egész. Aha. A mogyoró a héjában, és... Ez csodálatos. Nagyon jó. És a vers, amit írtál? Vers? Igen. Nem, az még nem. Jó, akkor leállítom, nem. Az még nem... Imádom, hogy mindenről valami eszedbe jut, és ugye, olyan... Ilyen a világ. Mész. De nem a világ, én te vagy ilyen. De én... Imádom, jó, fokos fejedet, mindig bármit meglátsz. De hogy a világ, meg én, meg te, az ilyen egyek vagyunk, tudod? Igen, és, tudom. És ezért kölcsönhatásban vagyunk egymással. Igen. Tudod? Hogy így én reagálsz arra, amit látsz, ami jön veled szembe, ami... Igen. Ugye? Csodálatos van. Imádom. Igen, szemedről is fogok írni egyszer egy... De hogyha még nem írtál? Tudod, mennyit írtam már? Tudod, mennyit? Nem mutattam. Több mint azokat 100. Nem mutattam. De azért, mert az a... Milyen baj? A legmélyebb bensőmnek a bugyraiból az olyan mély érzéseket táplál, hogy azt még nem merem megmutatni, mert lehet, hogy kiábrándulnám. Biztos, hogy nem. Na jó, vegyük komolyra a témát. No. Akkor majd egyszer megmutatom. Jó. Megborotválkoztál? Hát csak egy kicsit levágtam. Ez is nagyon jó. Amikor ilyen nagyon művészes, ilyen borostás, igen, ez is nagyon meg jó. Meg nem is látszik. Ez is nagyon jó. Igen. Jó. Az a baj, tudod, hogy olyan nehéz most ilyen koncentrálni az alkotásra. Miattam? Miattam. Te folyamatosan kizökkentesz, ne viccelje már, úristen. De most vagy mire gondolsz? Arra gondolok, hogy hihetetlen szörnyűségekre képes az ember. Mi? Hogy például a kedvenc kendőmet leveszed a nyakamból, ez az egyik, de... Az még így is olyan jó. Ne, tudom. Neked? Nem, ez annyira hozzátartozik, szóval én fölveszem, de érted, rajtam nem azt jelenti, mint rajtad. Na, de vagy, sőt, még többet is. Főleg, ha csak ez van rajtad. De most megint nem arról beszélünk, amiről akartál. Mondjuk én már... Nem, mert annyira próbálom távol tartani magamtól ezt a dolgot, annyira... Úgy... Na. De mit? Itt a házban történt, hogy az a... Szerencsétlen, nem a szerencsétlen, hanem a csaj a szerencsétlen, akit megvert az a csávó, jaj, és kidobta tudom. A gyerekét. Jaj, tudom, igen. Egyszerűen ez annyira leblokkol, vagy én leblokkolok emiatt. De figyelj, emiatt, ez tudod miért jó? Tehát, hogy ez tudod miért jó? Miért? Mert ebből tehát valami olyan vers lesz, vagy egy olyan szobor lesz, tehát, hogy te belőle, tehát ugye egyszerűen ezek a történetek is így aranyjá válnak. Tehát lesz belőle egy valami, ami általad születik, érted? Várjál. Tehát, hogy szörnyű, nagyon durva, csak hogy valami... Annyira jó, hogy inspirálsz. Te vagy a múzsa, tényleg. Tényleg? Nagyon jó. Nem, mert most elkezdted feloldani bennem ezt a dolgot. Ezért mondom, tehát, hogy ez, tudom, hogy para meg most minden, de hogy... Várja, de hogy ebből én annyira tudom, hogy lesz valami, amit te hozol erre a világra, érted? Tehát, hogy te belőled olyat fog kiváltani, ami így nagyon jó lesz.
Megtaláltam a formáját. No, tudtam. Dal lesz. Dal lesz, figyelj. És kitaláltam egy előadom neked, tudod mi? Tudod mi ez? Ismered? Hát, gitár. És így? Nagy bögő. Nem. Ez egy hegedű, amit most, most gitárként használok. Ja, érted? De ez hogy? De, most akkor hogy? Jó, hát úgy, hogy pengetni fogom, nem. Jó. Nem. És az lesz, hogy a zuhanás dala. Hegetáron. Nem értem. Vagy gitadűn. Ja, hogy a kedvű meg a gita. Nagyon jó. Amikor belépett a apa. Az ajtó. Hallottam, hogy dörömbölt az ajtón, nem? Vagy nem? Figyelj. Igen. Ez nagyon jó. Gyönyörű. Hogy az a baj, nem ennyire vicces a dolog, tudod, tehát én most már így nagyon kezdem felzaklatni magam ebben a dologban, de bocs, csak annyira jó, hogy így merítkezhetek belőled, érted? Na jó, várjál, most befejezem. Az lesz a szövege, hogy nagyon szeretlek, és köztünk soha nem történhet ilyen. Akkor jó. Ja. Na, kérsz a szendvicset? Igen. Hát, ilyen az, amikor a forgatókönyvíró örül, mert tulajdonképp mind a 8 karakter fantasztikusan megjelent, ahogy elképzeltem, pedig tényleg előadás előtt elmesélem ezt a színészeknek, akik aztán igen nagy részletességgel, hogy ne mondjam, mélységgel, mindegyik külön-külön kis regényt érdemlő jellemábrázolással megmutatta nekünk az egész házat. Hát arról megint mindenki magába gondolkozhat, hogy vajon megtelik-e valaha az a doboz, és egyáltalán, hogy mivel lehet segíteni, vagy egyáltalán tényleg mi közünk nekünk bárkihez is, mi közünk nekünk egymáshoz. Hát én úgy gondolom, hogy most nekünk így közünk lett egymáshoz, azzal, aki most minket megnézett. Köszönjük a figyelmet. Köszönjük a K11 technikusainak. Kakasi Dórát láttuk. Herceg Tamást láttuk. Bóna János hegedült. Bácska Júli Pszichoszínházát láttátok. Vigyázzunk magunkra. Hello. Köszönjük.